A mai nap utolsó vendége a stúdióban Szakács Gábor, divatblogger. Jó reggelt! Szia, jó reggelt! Múlt héten megvolt a párizsi divathét, de ez most egészen extrém zajlott, mert hogy online volt. Online volt, bizony. Ez a járvány helyzet miatt. Miért is? Hiszen, mert hogy az 500 fő fölötti rendezvényeket nem lehet megrendezni? Hát Magyarországon. És Párizsban? És Párizsban nem tudom, de Párizsban egyébként sem jó a helyzet még, én úgy tudom. Van néhány ismerősöm, aki ilyen területen dolgozik ott kint, és ők gyakorlatilag még mindig csak a teraszon kávézhatnak, ebédelhetnek. Zárt térben nem nagyon van még semmilyen rendezvényesemény. Hát így a divathét is ugye kétséges volt, hogy megrendezik-e. Hát áprilisban még arról beszéltek, hogy meg sem fogják tartani. Ugye ez a couture divathét, ami ugye mindenfél évben van, januárban és júliusban. Igazából előtte két héttel jelentették be, hogy akkor mégiscsak megrendezik, és online fogják megtartani. Ez az online, ez egy nagyon fura dolog, mert akkor nincs közönség, nincs zene, nincs kifutó, nem látod a ruhákat közelről, tehát ez egy ilyen nagyon furcsa, megfoghatatlan dolog. És igazából ezt úgy oldották meg, hogy egy órás bontásban, három napig minden márka egy kis filmet készített az adott kollekcióról vagy inspirációról, és ezek a kisfilmek, ezek nagyon változók. Valamelyik 1 perc, 20 másodperces, de valamelyik 15 perces. Ezek igazi fashion filmek, tehát egy hangulatot mutatnak be. Sokszor elkészített ruhákkal. Mert ugye volt olyan divatház, aki le sem varratta ezeket a ruhákat. Hát nyilván a pandémia idején nem fogják berendelni a hímzőket, a szabászokat, egyéb dolgozókat, de volt olyan márka, aki levarratott belőle néhányat, és akkor ebből készítettek egy kis filmet gyakorlatilag. Jól sikerült ez a dolog? Vagy azt hozták ki a dologból, amit lehetett? Hát, amit lehetett. Nekem mondjuk tetszett, mert egy teljesen más felől mutatta be a divatot, tehát divatfilmeket ugye nem látunk, meg fashion filmeket, meg hát ugye itt szinte ruhák nélkül megkaptuk azt az élményt, vagy azt az érzést, amit egy adott márka be akar mutatni. Mondjuk volt olyan márka egyébként, például a Givenchy vagy a Valentino, aki egyáltalán nem is, tehát nem a ruhákra fókuszált, hanem arra, hogy a bemutatandó, tehát ami mondjuk esetleg szeptemberben vagy októberben levarrásra kerülő kollekció hangulatát, vagy a tematikáját, vagy az inspirációt mutassák be. Ez szerintem nagyon érdekes volt, bár mondjuk van olyan barátom odakint, aki azt mondta, hogy rémunalmasak voltak ezek a filmek. Ugye mindenki másképp közelítette meg azért ezt a témát. A Párizsi Divathét egy esemény, ahova fölöltözünk, aminek szaga van, íze van, hangulata van. Igen. Ez így ebből most hiányzott? Teljesen. Tehát az a személyes varázs, amikor odamész, ott vagy, igen, hallod a ruhát, ahogy suhog a kifutó mellett, látod a kézi kidolgozásokat, a zene, meg hogy egyáltalán, hogy egy közösség vagyunk, és oda megyünk, és megcsodáljuk, hogy mi lesz a jövő divatja. Ez azért hiányzott, de ezek a filmek meg egy teljesen más síkra terelték ezt az egész divathetet. Nekem mondjuk nagyon tetszett. Volt egy-két film, például a Christian Dior filmje, ami egy komplett mini film volt, egy mini mozifilm, ahol egy olasz filmrendezőt kértek meg arra, hogy egy 13-14 perces történetet meséljen el, erdei tündérekhez vitték a babákon elkészített ruhákat, és ők kiválasztották, hogy nekik melyik tetszik, és akkor az utolsó snitben pedig már ezeken a tündéreken és mitikus lényeken volt az adott Dior ruha. Ez például nagyon érdekes. Ez egy érdekes dolog, ami megmaradhat a jövőben is esetleg a divat világában. Mennyire érintette a divatot
ez az egész helyzet, ez a pandémiás helyzet? Nagyon, nagyon, nagyon keményen. Nagyon keményen Magyarországon is, és a nemzetközi divatban is. Hát ugye, amikor berobbant ez a koronavírus járvány, akkor ugye minden üzlet bezárt, a nagy márkák is lehúzták a rolót, és akkor utána mindenki elkezdett védőfelszereléseket gyártani, utána meg maszkokat. Nyilván valaki ezt teljesen önzetlenségből, haszonszerzés nélkül, de valaki meg ráment arra, hogy ezzel tartsa fent a márkáját, és egyébként kint is, itthon is nagyon-nagyon eltérőek voltak itt a megnyilvánulások. Aztán egyre több márkától jött olyan nyilatkozat, például Giorgio Armani is nyilatkozta, hogy ő soha többet nem fog olyan divatbemutatókat tartani, ami egy-két szezonnal előrébb van, mert ugye a divat az ugye mindig egy-két szezonnal későbbi kollekciókat mutat be, mint ami éppen van. Azt mondta, hogy ő nem fog olyat csinálni, hogy ugyanazt a ruhát más díszítéssel fél évente lecserélje, vagy két havonta lecserélje a próbababáján. És ebben igaza van, mert nem környezettudatos, nem fenntartható, meg minek varratja le, amikor valószínűleg nem fogják azt megvenni, mert nem fognak két havonta az emberek teljesen váltani. Új kollekciót váltani. És emiatt egyébként nagyon sok divatház föl is sorakozott mögé, és most ezen az online divat héten is nagy márkák nem varrattak le ruhákat, hanem elvileg szeptemberben, októberben fogják bemutatni a saját kollekcióikat, amikor az őszi ruhák aktuálisak gyakorlatilag. Akkor lehet, hogy ebből a divat hétből egy lesz egy évben? Nem, elvileg megmarad a kettő, de nem lesznek köztes kollekciók. Értem. Tehát lesz egy tavaszi, meg egy őszi. És akkor most kimaradnak ezek a köztes kapszula kollekciók, az őszit megelőző őszi kollekció, tehát ezek a kis köztes dolgok. Egyébként szerintem is fölösleges, mert nem gondolom, hogy ez egy márkának nyereséges lenne. Meg hát igazából valószínűleg nem is veszik meg ezeket a termékeket. Maszkoknak lesz-e divatja? Maszkoknak van divatja, kint is, itthon is. Itthon például nagy márkák, Abodidori, Nubu, több márka is ráment arra, hogy a márkára jellemző anyag, színvilágból készítenek maszkokat. Ezek nagyon izgalmasak, például Abodidorinak flitteres maszkjai vannak például. Mondjuk kérdés, hogy mennyire hát, komfortos viselet az ebben a melegben. De egyébként nagyvilágmárkák is nagyon könnyű anyagokból készítenek maszkokat. Hát ugye ahány ruha, annyiféle maszkot lehet már kapni. Különböző mintájúak, különböző színűek, különböző árfekvésben vannak. Ugye vannak az egészen olcsó, egyszerű maszkoktól kezdve a nagyon-nagyon drága luxus maszkokig. Minden, és ezek minden moshatóak? Tehát, hogy hát mondjuk nem tudom, a flitteres mennyire hát mosható, de ezek persze moshatóak és vasalhatóak. Hát ugye persze azzal lehet lefertőtleníteni a maszkokat, hogy ugye több hordás után is ez viselhető legyen a jövőben. Volt arról szó, hogy a bankrablóknak milyen jól jön most ez a maszkviselés, és elképzelem, hogy flitteres maszkkal rabolnak ki egy postát vagy egy bankot. Igen, hát mondjuk Abodidorinak nem biztos, hogy jó reklám. Nem egy jó reklám, igen. Térjünk vissza egy kicsit a divathétre, hogy meghívásos alapon történt az esemény, tehát, hogy minden... Nem. Tehát ez érdekes, hogy... bárki fölcsatlakozhatott? Igen, uh-huh. Igen. Tehát ez most teljesen publikus divathét volt, ha úgy nézzük, és a mai napig elérhető néhány oldalon, a Párizsi Couture Intézet oldalán egyébként, aki szárnyai alá vette ezt az egész divathetet, és meg is szervezte, nagyon prímán egyébként. Tényleg most nem voltak a bemutatón csúszások, késések, takra pontosan minden elkezdődött. Egyébként érdekes, hogy pont ezen a héten viszont a 2021-es, itt ugye azért átmentünk a következő szezonra, a 2021-es férfi kollekciókat mutatták be, vagyis hát még a mai napig tart ez a divathét,
És ott például egy ilyen félórás, órás lebontásban folyamatosan ontják ki a fashion filmeket. Mik voltak a reakciók? Hát ugye, mivel online volt a divat hét, ezért online volt a reakció is nyilván. Nagyon sok divatrajongó, blogger, szerkesztő, újságíró a közösségi oldalain reagálta le a látottakat. Igazából szerintem nekem jónak tűntek a visszajelzések itt az online divat hét kapcsán, mert ugye mindenkinek elérhetővé vált, és ettől azt a pátoszt, ami mondjuk a kotűr ruhákat körbeveszi, sokkal emberibb vagy elérhetőbb lett, és nyilván lehet, hogy nem tudunk megvenni egy 1,5-2 milliós ruhát, de mondjuk meg tudjuk nézni, hogyan készült el. És szerintem ez is ez nagyon izgalmas, fontos nem? annak is, akit érdekel a divat, meg aki teljesen elzárkózik ettől, mert azok felé is nyit a divatvilág nyilván, akiket érdekelhet ez a folyamat. Az őszi divathetet azt tervezik megtartani? Hát elvileg szeptemberben lesz divathét, de hát ugye, ahogy te sem tudod, én sem tudom, hogy alakul a helyzet. Ugye minden nap változik, itt-ott kijárási tilalom van, tehát nem tudjuk, hogy mi lesz, de egyébként van olyan tervező ismerősöm, barátom, aki előtte pár nappal tudta meg, hogy egyáltalán ezeket az online filmeket is el kell készíteni, és akkor a bemutató előtt egy héttel forgatták le a filmet. Az ősziről meg még nem tudunk semmit sajnos. Mondjuk a nagy márkák, például Elisab, és a, jól emlékszem, a Valentino is, meg a Givenchy is szeptemberre, októberre tervezik a most elmaradt kollekció bemutatását. Nem tudjuk, hogy hát reméljük, összejön-e. Hogy ez sikerül, és én azt is nagyon remélem, hogy személyesen részt tudsz venni. Hát én is nagyon remélem. Divatéten, és akkor visszajössz hozzánk, és beszámolsz róla. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm a meghívást. Kedves nézőinek pedig a mai figyelmet. Holnap is jelentkezünk Pirkada című műsorunkkal, akkor már végig Péter lesz önökkel. Megköszönöm a figyelmet, viszontlátásra!